rend, új rendszer van épülőben nálam, és nagyon-nagyon sok a dolog, ezért billen meg néha a reggeli vers, a reggeli beköszönő, de hogy igyekszem visszaállni, és igyekszem egy új szintre emelni ezt az egészet sokkal tudatosabban. Ma reggelre megint csak a füves könyvből hoztam, ugye január márai hava lesz, úgyhogy a füves könyvből olvasok nektek minden reggel. A 23-as passzust választottam most. Márai Sándor, arról, hogy a szépség törékeny. Nyugtalan vagy, mert érzékeid ingerli és megzavarja ez a szép fiatal nő. És attól kell tartanod, hogy szépségét és fiatalságát megosztja másokkal is. De mit is vártál tőle? Valamilyen zárdai fogadalmat, komor hűséget? Nem azért szép és fiatal. Gondold csak el, milyen nagy gond és aggodalom számára ez a törékeny szépség és múló fiatalság. Ez a gonosz ajándék, mellyel megáldotta és megverte a teremtő. Ez a szépség, mely minden nappal és pillanattal változik, múlik, halványabb és törékenyebb lesz. Gondolhat-e másra? Adhatja a szívét másnak, mint tulajdon szépségének és fiatalságának? Foglalkozhat-e mással igazán, egészen, szíve és érdekei szerint? Mintha a reggel egy verőfényes pillanatát szeretnéd rögzíteni, vagy a tenger egyfajta világítását, és azt kívánnád, maradjon a világ örökké ilyen. Tanulj szerénységet. Örülj a szépségnek, s ne várj tőle mást, mint amit adhat. Az élet melegségét pedig keresd másutt. A szépség hideg láng, nem lehet melegedni mellette. De valami őszintén, hogy a közösségi média jutott erről eszembe. Annyira szerettem Márait, hogy úgy a helyére tudja billenteni a dolgokat. Tehát, hogyha megnézitek, hogy kommunikálunk, hogy a szépséget hajtjuk, tök mindegy, hogy ez egy utazás, az egy vacsora, itt voltam, ott voltam, és a többi, és a többi. Rögzítünk egy pillanatot, és megosztjuk másokkal. És ahogy így adott esetben mondjuk görgeted a közösségi médiát, nézd meg, és nem kell feltétlenül nőnek lenni neki. Legyen egy vacsi, legyen egy bármilyen szép dolog. Hát, megint rájöttem, hogy nagyon szeretem Márait. Legyen szép napod, vigyázz magadra. Szia!